1954-ben kezdte meg működését a Dénesvai Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet. Az elmúlt 70 évről professzor dr. Ostor Haris György tartott előadást a Kapuvári Kórházban. Ekkor jött le, ezen a napon jött le Libot mezőről dr. Kunczelmér fiatal pszichiáter szakorvos, Visszapiskoltán másnap behívatott Gáfi Béla főigazgató, elemén holnap Dénesván kezdett, és mint tudtok reggel 18 elmeletekkel 6-7-szer határőri ellenőrzéseken keresztül Dénesvárra ez így is történt, és akkor még nagyon sok ügyvezet kathatós toporos beteg volt, aki mereven előre nézett, és csak ült az a kovasúti kocsiba. Erre persze teljesen hiába mutogattak a határőrök, hogy miért nem figyeli, de miért nem válaszol nekünk. Hát nem válaszol, mert olyan betegek voltak. Na mindegy, ez sikerült, és megindított a konzelemére betegeknek a foglalkoztatását, tehát gyakorlatilag akkor csak a munkaterápiás rész volt. 1986-tól, amikor átvettem az osztálynak a vezetését, két kemény évbe került annak a kialakítással, hogy az intézet ne zárt legyen, hanem nyitott legyen. Többször heteken, hónapokon át, napokon át kérték az ápolók, a nővérek, most egy kicsit csukjuk be az ajtót, most ne nyissuk ki, most ez a veszélyfenyeget, az a veszélyfenyeget. Tényleg így volt, de két év alatt ezt sikerült teljesen megoldani, és hát attól kezdve a különböző szociálterápiás módszereket alkalmazunk a mindenkori lehetőségeknek megfelelően. Volt 30 tején korában, volt a fertődi nádgazdaságnak bedolgozása, hántolása, akkor volt pár évvel ezelőttig 100 disznó, és egy nagy kertészet volt a 18 hektáros természetvédelmi terület mellett, ami azt jelentette, hogy nem lehetett növényvédőszereket alkalmazni az utakon a gyomnak a kiirtására, úgy ezzel sarakolással történnek ennek a mai napig is a megvalósítása. Azután hát elkezdtük rendezni a majálisokat, unyálisokat, nagyon meg voltak lepődve az emberek, mert úgy állt neki az ápoló személyzet is sokan. Ezek a betegek ezért nem tudnak táncolni. Tényleg idézőjelben nem tudtak úgy táncolni, ahogy, mert döntően haloperidol tablettát kaptak nagy mennyiségben, és ilyen toporkás volt. Pár évvel később, amikor úgy a gyógyszerek jöttek, elindul a 3-4 órakor a élőzenére a tánc, és este 11-ig ápolók és betegek rokják a táncot. Mondták, hogy ne engedjük le, üldjük le a betegeket a falu egyetlen kápolnájában, ami nem a faluban van, hanem a kastély jobb alsó sarkában, mert nem ismerik a liturgiát. Tökéletesen ismerték, óriási csalódás volt, és attól kezdve ez természetesen mindennapos lehetőségként bizonyult. Azt szeretném mondani, hogy még két dolgot, hogy 2004-ben fejeződött be az intézetnek a műemlékvédelem által irányított teljes rekonstrukciója, aminek alkalmával Szigáti Pál gróf Ottavából megérkezett. Nagy örömmel látta, hogy áll az épület, működik, nem volt benne, de a parkot végigjárta, és egyébként is Szigáti Pálékat és a Szigátiakat nagyon köztiszteletben álló grófok voltak, és ad maximum a szemben lévő épület hátsó kis pajtájába telepítették át. Úgyhogy ez egy nagy megelégetése volt, és mi is örömmel vettük azóta ezeket, már rég túl léptük, már központi fűtés van, már a négy tető részből kettő napelemek vannak fönn, stb. Stb. Még egy érdekességet mondanék el befejezésül. 1971-ben nem az úgynevezett nagy lépcsőnek, a fal lépcsőnek a egyik lépcsőfoka roppant meg, hanem a betonnak a negyedik foka beesett. Azt mondta az illető gazdasági vezető, hogy most akkor ezt ne állítsatok helyre a megmunkásoknak. Alatta fölötte ütögessétek, még három leesett, beesett, és bemutott a Szigáti gróféknak a 32 személyes aranyezüst mindenféle vagyonnal, és benn volt András Ilona grófnőnek az emlékiratai három ilyen hatalmas nagy faládába, egy 1948-as újságba betekerve, mert már akkor az államosításnak az előszerei megvoltak,
irány befelé a Santos Múzeumban minden, a rendszerváltás után a leszármazottak, az ingóságot kivitték, és amit most szeretném mondani, a leglényegesebb, Kovács Lajos muzeológus kollega 6-7 évvel ezelőtt ezt a négy láda iratot teljes egészében földolgozta, és 5 kötetbe adta ki, részben az Európa Kiadó, részben a Numerum is múzeum részéről, ez összesen 2000 oldal. Összességében Magyarország története az első világháború előttől, Eszterházék története, Szirákiék története, a magyar arisztokrácia története végig, ezek mind olvashatók benne, és hát egy ilyen 300 fős községben olyan hagyományok vannak, hogy 2000 oldalon megjelennek azok az adatok, amelyek itt nagyon fontosak voltak. Ezek most megvannak könyvben, ki is állítják időről időről, Romero és Múzeumban, mi meg erre nagyon büszkék vagyunk, és hát többször aztán előfordul, hogy megkeresik az intézetet, most jelentok két hete, hogy egy TV interjút csináljanak 45 percben az intézet fennállásáról, működéséről, és egyébként rengeteg fényképet és filmet készítettek, akik jöttek, szakmabeliek és filmesek, csak néztek, hogy mi van itt a vizes áruktól elkezdve a napelemekig, minden, úgyhogy lépőt jól szolgálja a pszichiátriai betegek rehabilitációját, azzal, hogy Miskolcról nehéz látni a 18 hektárt. Ez egy kórház, ajta abban be van zárva, ennyi. Tehát, hogy ott kint kell dízel, vagy kell benzin, vagy mindent kellene, kertészek és egyebek, ezekről szorosan meg kórházi normatívára nem ingyen férnek bele, úgyhogy ezzel azért úgy harcolunk, de ezt egész ország is harcol ezeknek a működésére kapcsolatban. Szeretnénk még 70 évig, vagy még tovább is, ha mégis Szirákiék visszajönnének, akkor mondtam annak idején a műemlékvédelmi vezetőnek, semmi nem történik, leszedjük a központi fűtés radarizét, fűtőtestjeit, ti meg visszaállítják a kandallót, meg a cserépkáját, és akkor jöhetnek a grófék vissza, erről persze szó sincs, de közben olyan kényszer cselekedetekre köteleztek minket, hogy a nagy terveket bizonyára többen látták, egymásba nyílnak, ezekben nem engedték a kétkosokat, mai nap is, mert hogy műemlék, az is le lehet megszerelni. Na, reméljük, hogy így megy a